és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a gyerekkel. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a tévénézők kedvéért Surányból jelentkezünk, úgymond egy meglepetés helyszínről, most kivételesen nem Tahitót faluról láthatjuk a Szentmisét. Ezt a Szentmisét elhunyt Tiborért ajánljuk föl, imádkozzunk szeretettel érte. Most a Szentmise elején tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, Te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedetéből. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódást támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, és az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohóruszt, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiochiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket. És az Isten igéje tovább terjedt úgy, hogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Kegyes szemed legyen rajtunk, Te benned van bizodalmunk. Kegyes szemed legyen rajtunk, Te benned van bizodalmunk. Örvendezzetek igazak az Úrban, a szentekhez dicséret illik. Dicsérjétek az Urat citerával, tíz húrú hárfán zengjetek néki. Kegyes szemed legyen rajtunk, Te benned van bizodalmunk. Szikla szilárd az Úr igéje, minden tettét hűség vezeti. Az igaz lelkűséget és a törvényt szereti, telve van a föld az Úr irgalmával. Kegyes szemed legyen rajtunk, Te benned van bizodalmunk. Az Isten félőkre ügyel az Úr szeme, akik bíznak az ő irgalmában. Megmenti lelküket a haláltól, és táplálja őket éhínség idején. Kegyes szemed legyen rajtunk, Te benned van bizalmunk. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt. Mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá,
hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az írás, íme Sionban kiválasztott becsességletkövet helyeztek el, és nem val szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez nem vonatkozik. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, a botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban, választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. Ez az Isten igéje. Istennek legyen halleluja! Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek, atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hogy hová mégy, honnan ismerhetnénk hát az utat. Jézus ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég lesz nekünk. Jézus így válaszolt, már olyan régen veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod, hát mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, általában mindig azért egy pár nappal a vasárnap, illetve a szombatesti misék előtt azért már elolvasom az evangéliumot, hogy úgy
több napon keresztül úgy forgatom magamban, ez nem azt jelenti, hogy állandóan ezen elmélkedem, de hogy úgy nagyjából tudom, hogy mi lesz az evangélium, és akkor úgy sorba jönnek az ötletek. Amikor a mai evangélium első részét elolvastam, akkor rögtön egy temetési szituáció jutott eszembe, mert én legalábbis ezt az evangéliumi részletet szoktam a temetéseknek a kétharmadán, illetve a gyászmiséknek a jó részén felolvasni, és senkit sem rémítsem meg. Gondolkodtam most a szentírási olvasmányok alatt, hogy hogyan lehetne ezt mókásan megfogalmazni, de inkább mégsem fogalmazom meg sehogy. De minden esetre erről nekem legalábbis a temetési élmények jutnak eszembe. Éppen ezért most nem is erről az evangélium első részéről beszélnék, hanem Fülöp kérdéséből kiindulva, illetve kéréséből kiindulva, hogy mutasd meg nekünk az Atyát. Hogyha magunkba tekintünk, akkor talán mi is sokszor föltesszük magunknak a kérdést, illetve megfogalmazódik bennünk, hogy kicsoda Jézus, kicsoda Isten, hogyan ismerhetem meg jobban, hogyan lehet vele személyes a kapcsolatom. Hiszen rengeteg mindent tudunk róluk idézőjelben, megtanultuk a hittanórákon, mi magunk papok is az egyetemen megtanultuk a fontos teológiai tudnivalókat, de nyilván, hogy ez még nem jelenti azt, hogy személyes kapcsolatban vagyunk vele. Olyan, mint egy házasságot meg lehet tanulni, hogy nagyjából mik a kötelezettségek, mik a feladatok, de hát nyilván ez még nem azt jelenti, hogy egy élő és működő házasságról vagy kapcsolatról lenne szó. Teljesen érthető tehát számunkra ez az emberi vágyakozás, hogy azért mégis jobban szeretnénk Istent megismerni, mélyebben szeretnénk vele kapcsolatba kerülni. Így még jobban átérezhetjük Fülöpnek a kérését és a saját helyzetünket is, hiszen mi is ebben a helyzetben vagyunk, nekünk is mondhatja Jézus válaszul, hogy már olyan régóta veletek vagyok, és még mindig nem ismertek engem. Hiszen meg vagyunk keresztelve sokan már egészen kisbaba korunk óta, Isten népéhez tartozunk, hallunk Istenről a hittanórákon, a szentmiséken, mégis nagyon sokszor olyan távolinak, vagy olyan félelmetesnek érezhetjük Istent. Jézus nekünk is azt mondja azonban, hogy aki engem lát, az látja az Atyát is. Számomra ez az egyik legfontosabb mondat az evangéliumban, hiszen amikor azon gondolkodunk, hogy Isten milyen lehet, vagy hogyan tekinthet most ránk, mit gondolhat rólunk, egyáltalán milyen lehet a hozzáállása az emberekhez, ugye erről megoszlanak a vélemények, hiszen van, aki megint csak ismétlen magam, valaki félelmetesnek, valaki már-már túl kedvesnek, vagy egy jószívű rendőrnek képzeli el Istent. Igazából ennyi a képlet, hogy amilyen Jézus, olyan Isten is. Ez egy nagyon könnyen félreérthető mondat. Emlékszem, amikor a Budapesten először tanítottam felnőtteket, keresztség előtt álló felnőtteket a hittanra, akkor nagyon nagy kihívás volt, hogy ami nekem egyértelmű, mondjuk a szentmisében az átlényegülés, vagy az átváltoztatásnak a fogalma, ami hát már talán a hittanosok is ismerik, az hiába egy felnőtt egyetemet, vagy főiskolát, vagy gimnáziumot végzett emberről van szó, egyáltalán nem egy egyértelmű dolog, hogy most hát persze a pap elmondja az átváltoztatás szavait, és a kenyér és a bor színében ott lesz Jézusnak a teste és a vére. Ez számunkra egyértelmű, de egy felnőtt ember számára nehezen érthető, aki akkor ismerkedik a hittel. És ugyanígy magyaráztam, mint most a kedves testvéreknek, hogy Isten ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint Jézus, tehát nem kell azon gondolkodni, hogy vajon ki a kedvesebb, vagy ki a jószívűbb, most idéző elben is elnézést ezekért a megfogalmazásokért, hanem ugyanolyanok. Tehát nyilván, amikor Jézust látjuk, hogy gyógyít, hogy törődik az emberekkel, akkor nyugodtan behelyettesíthetjük magát, Istent is, ami azt jelenti, hogy ő is ugyanezzel a szeretettel, ugyanezzel a gondoskodással adja oda magát nekünk, adja magát Jézuson keresztül,
az eukarisztiában. És emlékszem, amikor már vége volt a tanévnek, megkeresztelkedtek a felnőttek, meg is bérmálkoztak, és akkor valaki így megkérdezte ehhez kapcsolódva, hogy akkor végül is Jézus és Isten ugyanaz a személy. Hát akkor picit összeomlott bennem egy világ, hogy akkor sok értelme volt ennek az egy évnek. Tehát nyilván ezt csak azért meséltem el, nem szabad félreérteni, nem egy személyről beszélünk, hanem két külön személy a Szent Háromságon belül. De nagyon megerősíthető lehet számunkra, amikor ezen gondolkodunk, hogy milyen Isten, hogyan gondolkodik rólunk, mit szeretne velünk, akkor nyugodtan idézzük föl a kedves példabeszédeket az evangéliumból, vagy Jézusnak az életét önmagunkban. Ugyanazt az Istent láthatjuk meg, aki lehajol a bűnösökhöz, aki megbocsájt a bűnösöknek. Gyakran félreértésekbe ringatjuk magunkat. Ennek legjobb példája, ahogy a szűzanyáról és mondjuk a Jóistenről gondolkodunk, hiszen hogyha önmagunkban nézünk, akkor biztos sokakban az a kép él, hogy ugye azért engesztelünk, azért imádkozunk a szűzanyához, szoktuk is mondani, hogy Mária által Jézushoz, mert azért Mária mégiscsak nő, mégiscsak egy édesanya, mégiscsak azért valamilyen szinten kedvesebb, nem annyira szigorú, mint a Jóisten. Pedig igazából a teológia is azt mondja, hogy Istenben minden tulajdonság, az irgalom, a szeretet, a megbocsájtás sokkal tökéletesebben jelen van. Ezért egy teljesen téves elképzelés, hogy azért imádkozunk a szűzanyához, hogy ilyen hátsó kerülő utakon valahogy bejussunk a Jóistenhez, vagy ha ránk nem hallgat a Jóisten, akkor Mária közbenjárása által azért mégis valahogy csak lesz esélyünk. Ugye erről készült ez a réges-régi elképzelés, vagy talán egy kép is, hogy ahány rózsafüzért az ember elmondott életében, azt a szűzanya majd szépen egymáshoz köti, és a mennyországban a hátsó ablakon azon fog bennünket beengedni, illetve fölemelni, hogyha Jóisten túl szigorú lenne. Ezt csak azért mondtam a szűzany, és nem kisebbítve a szűzanya érdemeit, hogy Jézusról, vagy az Atyaistenről sem szabad így gondolkodni, hogy valamelyikük szigorú, vagy idézőjelben az Atyaisten vállát azért több teher nyomja, és hogy ő azért szigorúbb, mégis ő a világ teremtője, bármikor lesújthat, elpusztíthat minket. Ezek teljesen infantilis elképzelések, hogy Jézus kevésbé lenne szigorú, vagy mondjuk a Jóisten engedékenyebb. Ugyanaz az atyai szív, ugyanaz az isteni szív van meg bennük, ugyanaz a szeretet. Nyilván gondolhatják a kedves testvérek, hogy hát végül is akkor most a mai szentmisén olyan sokat nem tudtunk meg újat a Jóistenről, de talán meg is megnyugtathat bennünket Jézusnak ez a mondata, hogy aki engem lát, az látja az atyát, hogy a szentmisében Jézus odaadja magát értünk, ahogy a kereszten Jézus odaadja magát értünk, nyilván nem ugyanúgy, de Isten is ugyanazzal a hasonló szeretettel van itt köztünk, adja oda magát nekünk, teszi önmagát kiszolgáltatottá, ahogy François Varillon atya is mondja, Isten nem kiméli önmagát. Így imádkozhatunk hozzá, illetve így szólíthatjuk meg, minden élő Istene, csodálkozva fedezzük fel lépésről lépésre atyai arcodat. A te arcod maga Krisztus, ő rajta keresztül láthatjuk meg szerető szívedet. Amen. Most pedig valljuk meg az élő Istenbe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, szűzmájából és emberré lett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínára szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszed a Szent Lélekben, Urunkban és életünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, vállalkozott a föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim mennyei Atyánkhoz, akinek házában Jézus Krisztus számunkra is lakást készített. Hogy keresztény néped álhatatos hittel és tevékeny szeretettel kiérdemelje az örök hajlékot. Hogy minden nemzetnek megad a szeretetben és az igazságosságban gyökerező békét. Hogy a Szentlélek ereje töltse el azokat, akiket néped szolgálatára választottál. Hogy ifjúságunk megbecsülje a tisztaság erényét, és a családok szeretetben éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a betegeknek és az elhagyatottaknak vigaszt adjon szenvedésükben az égi haza reménye. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj Urunk, örök nyugodalmat elhunyt Tibor testvérünknek, akiért ezt a Szent Mise áldozatot felajánljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, tekints megengesztelődve népedre, amely Szent Fiad áldozatával járul színed elé. Jóságoddal segítsd földi életében, hogy elnyerje az égi hazát, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Thank you.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész szentért házára. Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, Isten életed részesévé tettél minket. Add kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkedet. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelenül fölajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan párt fogol minket. Föláldozva önmagát nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláldott hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk fennáparásodat, ami jelen lesz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva felajánljuk néked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent István királlyal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Péter püspökünket, Ferenc György és Gábor segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot, és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így imádkozhatunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét,
aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És az engesztelődjetek ki szívből egymással. Akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy eljékom felé, hanem csak egy szóval mond, és megküld az
könyörögjünk. Kérünk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, most a legfontosabb és egyetlen hirdetni való, hogy mindenkinek szép hétvégét, vírusmentes időszakot, és imádkozunk azért, hogy mielőbb véget érjen a vírus, és tudjunk visszatérni a templomba. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hálád.